A Selyemmel és annak festésével ismerkedhettek meg azok, akik az elmúlt hétvégén ellátogattak a tolnai magházba. Ugyanis a nemrég alakult Selyemgyár Alapítvány első alkalommal rendezte meg Selymező című programját. A mai nap egy megkoronázása az eddigi tevékenységének az alapítványnak. A szépirodalmi pályázat díjkiosztójára készülünk. Alapvetően az volt a célkitűzés, hogy méltó keretek közt adjuk át a díjakat az indulóknak, de arra gondoltuk, hogy ezt kiegészíthetnénk olyan dolgokkal is, ami a Selyemhez és Bezerédihez is kapcsolódik. Ezért végül is egy egész napos programot szervezett az alapítvány, melyben délelőtt a Selyemekkel ismerkedhetünk meg, Selyemfestő workshopon keresztül mindenki kipróbálhatja, hogy milyen érzés Selyemet fogni, festeni. Gyönyörködhetünk a kiállítók munkáiban. Nagyon sokrétű a selyemfestő munka, párnák, táskák, sálak és különböző további tárgyakat is meg lehet tekinteni. És délután elkalandozunk akkor a történelemben, Bezerédi párról és koráról, tehát az 1900-as évek elejéről hallhat a közönség egy előadást, dr. Tötös Gábor jön és mesél erről a korról, és 3 órakor lesz a szépirodalmi pályázat díjkiosztója, ahol nagyon örültem annak, hogy 2 díjazott is meg tud jelenni. A díjazottak között még külföldről is vannak. A szervező több selyemfestőt is felkeresett, 5-en csatlakoztak a programhoz. Számomra egy nagy megtiszteltetés. Pécsről, Pakstól érkeznek. Van olyan, aki már sok éve foglalkozik ezzel, és vannak kezdő festők is. Úgyhogy remélem, hogy megtalálja mindenki a neki tetsző portékát. A selyemfestés Bezerédi Pál útján jött. Az alapítvány elsősorban Bezerédi Pállal foglalkozik, az ő korával, az ő történetével, a családjával, Istvánnal, Etelkával, Amáliával. És a selyemfestés úgy jött, hogy szerettük volna megmutatni azt, hogy a Bezerédi által felépített Selyem birodalomból mi látható ma. Mivel már nincs selyemgyártás, azt szerettük volna megmutatni, hogy hogy él tovább a Selyem Magyarországon, és ilyen formán beleütköztünk a Selyem festészetbe, ami egyre inkább ismertebbé válik, és az alapítvány egyik célkitűzése az is, hogy ezt minél szélesebb körben meg tudjuk mutatni. Az eseményen többek között részt vett Meleg Andrea pécsi selyemfestő, akinek alkotásain jól látható, hogy a fő mozgató rugójuk a víz. Körülbelül 15 évvel ezelőtt jött az életembe a selyemfestés, előtte már vállalkozóként dolgoztam, tervezőgrafikával, arculattervezés, embléma, ilyesmikkel, számítógéppel, és akkor ismerkedtem meg a selyemfestéssel, és örültem, hogy végre valami kézzelfoghatót is készíthetek, nem csak mindig a számítógéppel foglalkozhatok. Amit én képviselek, az mivel búvár is vagyok, így a kettő úgy tűnik, hogy messze van egymástól, viszont a könnyedség, a lebegés, a selyem anyaga, az mind összefüggésben van a selyemfestéssel, a búvárkodás, úgyhogy az én alkotásaimon mindez a tenger mélysége, a színek, a kék-zöld, ezek jelennek meg. Képekkel kezdtem. Az első kiállításomon képek voltak, és utána megrendelésre készítettem az első sálat. Aztán jöttek a táskák, jöttek a neszeszerek, a férfiaknak is készítek sálat már. Az én selyemeimen nem konkrét tárgyak, virágok, lepkék jelennek meg, hanem inkább valamilyen átkonvertált dolog, de az érzés az ott van. Inkább én érzéseket festek a selyemre, nem konkrét tárgyakat. Selyemfestékkel és ecsettel dolgozom, és vízzel még, mást nem használok. A hőmérsékletet használom ki a festéskor, a hőmérsékletet. Nagy hőségben, 35 fokban egész másképp kell festeni, mint mondjuk 20 fokban, szobahőmérsékleten. A szél is belejátszik, együtt kell lélegezni a selyemmel. Figyelünk egymásra, hogy működik a festék a selyemen. Tehát egy ilyen oda-vissza játék, és türelem, és alázat kell hozzá.